Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv itt a csatornámon. Ebben a videóban a legnehezebb adventi kalendáriumot fogjuk kibontani. Ez az Ava and May-nek az illatos naptára. Ebben ilyen páncikás illatosítók, illatgyertyák, meg még ki tudja, mi minden van benne. Eredeti áron 130 euró, ami igen, eléggé soknak hangzik, viszont 40%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni. Én 78 eurót fizettem érte, olcsóbb, mint tavaly, szóval kíváncsi vagyok, hogy a termékek benne milyenek lesznek. Lehet, hogy több lesz a kicsi, nem tudom. Beszéljünk a dizájnról. Szerintem azért látszik, hogy karácsonyi, egyszerű, de nagyszerű igazából. A minősége nagyon-nagyon jó a naptárnak, de igazából kell is, mivel tényleg baromi nehéz. És amúgy nagyon-nagyon jó illat árad belőle. Én nagyon szeretem az Ava and May gyertyákat, abszolút le tudom ajánlani, hogyha valahogy be tudsz szerezni tőlük termékeket. Németországban biztos, hogy kapható, Ausztriában és Magyarországon nem tudom. Na de nézzük is, hogy mi van első nap. Hát ez egyértelműen látszik, hogy egy mini illatgyertya lesz, és nagyon sok ilyen kicsi doboz van, szóval szerintem idén tényleg több a kisebb méret, és ezért olcsóbb. Első nap rögtön egy limitált kiadás van, ez a pine, szóval fenyő. Ebből nekem megvolt a pálcikás illatosító. Nagyon-nagyon, ez így most erős volt. Amúgy kellemes, csak nem így közelről. Másodikán egy fahéjas tekercs illatú limitált kiadású gyertya van. Ez szerintem egy picit nagyobb, mint az előző, de látszik is a formáján, hogy ez azért egy kicsit más. És az az érdekes, hogyha így közelről megszagolom, konkrétan büdös lábszaga van, de hogyha csak így finoman legyezgetem, akkor igen, valamilyen fahéjas sütit érzek, bár én nagyon gyakran készítek ilyen IKEA-s fahéjas csigát, és annak totál nem ilyen illata van. Nekem ez annyira nem tetszik, annó, mikor új volt, akkor rendeltem belőle egy nagy gyertyát, mert azt hittem, hogy imádni fogom, és visszaküldtem, mert nekem ez valahogy nem. Harmadikán valami más lesz. Ez az Aruba illatnak valamilyen por. Ez egy por állagú szappan, szóval ezt be kell keverni vízzel. Tök hasznos dolog, és az Arubának nagyon-nagyon jó illata van. Én azt használom a hálószobákban. Egyáltalán nem erős, de mégis nagyon, nagyon jól beillatosítja a szobát. Negyedik nap egy karácsonyi illatú mini gyertyánk van, ez a Dresda illat. Ez most már azt hiszem harmadik éve kapható karácsonyi időszakban náluk. Tényleg nagyon jó ilyen vaníliás kifli illata van. Negatívum, hogy a dobozokat amúgy eléggé nehéz kinyitni, anélkül, hogy az ember ne tépje szét. Érdekes, hogy ugyanolyan színe van ennek is. És kíváncsi vagyok, hogy az összes gyertyának ugyanolyan színe lesz-e. Igazából lehet. Tavaly, mintha mindegyik kék lett volna. Mert amúgy minden illat gyertyának más színű az üvege. Ó, wow! Ez nagyon-nagyon jó. Ez a Kanári-szigetek Tenerife illat. Konkrétan a férjem jut róla eszembe, ez valami férfi parfümre hasonlít. Yves Saint Laurent, vagy Chanel? Nem tudom, de egy nagyon-nagyon jó férfi parfüm illata van. Ösztök jó. Hatodikán, ami nekem ugye Mikulásnak, egy szuper termék van. Az előbb azt hiszem említettem is a Nürnberg illatot. Nagyon-nagyon jó szegfűszeg illata van, tipikus ilyen kis karácsonyi, bekuckózós illat. És ki a tököm irogat? Ez egy 50 ml-es, hát ilyen szoba illatosító spré. Nincs rajta, de gondolom, hogy az. És úgy néz ki, mintha nem lenne rendesen rátekerve, de elvileg be van tekerve. Hetedikén egy új illat van, legalábbis én még nem találkoztam ezzel, ez egy fűszerbazár illat, Kairóból úgymond. Oké, nekem ez annyira nem jön be. A Bölcsiben van az egyik anyukának ilyesmi parfümje. Tényleg nagyon-nagyon fűszeres. Nekem ez annyira nem. Nyolcadikán szintén egy eléggé orientális illat van. Ezt szintén nem ismerem. Ez a Petra illat, a világ kincsei.
füstölő illata van. Tudjátok, ez a pálcikás füstölő, amit meggyújtasz. Ja, nem, nekem ez is túl erős. 9-én szerintem megint egy ilyen kockás, vagy egy ilyen szögletes gyertya lesz a méretéből ítélve. Így van, és ez is egy olyan illat, ami tavaly ősszel jelent meg, ez a Toffee Crunch Vels. Legalábbis, ha jól emlékszem, akkor a tavaly őszi. Ja, ennek ilyen kis karamellás illata van, nem rossz, de nem a kedvencem. 10-én Skócia Edinburgh illat van. Nagyon-nagyon tiszta illatnak van. Tehát igen, tisztaság illata van, nagyon friss. Épp, hogy nem maszkulin, inkább unisexnek mondanám. Nem édes, nem fűszeres, hanem tényleg egy ilyen sportos, friss illat. Ó, 11-én egy nagy doboz van, ebben biztos egy pálcikás illatosító lesz. Méghozzá északi sark, a Mikulás szánja. Ez egy 50 ml-es verzió, szóval nem full size, de azért ez is elég egy darabig. Teallevelek, tonkabab és szantálfa illata van. Egyáltalán nem hangzik rosszul. 12-én megint egy ilyen por állagú szappan van, vagy hát egy ilyen szappan fix, úgymond, a perzsia illatban. Én ezt annó azért rendeltem meg, mert folyamat elkapkodták, és hogy hú, mennyire jó, hát nekem nem tetszik. Ez nekem szintén nagyon orientális, nagyon ilyen fűszeres, erős, de sokak szeretik, szóval biztos jó, csak nekem nem. 13-án megint egy mini gyertya van. Ó, na ez most egy kicsit máshogy néz ki, mint a többi. Ez a Club Noé Amber illat. Ó, oh, nagyon jó. Nagyon tetszik. Ez a Club Noé, ez valami külön kollekció az Avalménynél. Van tőlük, azt hiszem, pálcikás illatosító, meg gyertyám is, mert nagyon-nagyon tetszett az illat. Ez mondjuk nem az, ami nekünk megvan, nekünk azt hiszem a number one, vagy number two, talán number one van meg, de ez is iszonyatosan jó. 14-én egy számomra szintén új illat van, azt írja, hogy ez egy ilyen dreaming away, szóval, hogy ilyen álmodozós illat, soothing mind, szóval gondolat, nyugtató. Nagyon-nagyon virág illata van. Nem tudom belőni, hogy pontosan milyen virág, talán orgona, bár szerintem nem, de nem biztos. Nekem ez túl virág illat, de tudom, hogy sokan szeretik. 15-én megint egy ilyen kis szögletes gyertya lesz. Ó, számomra ez is új, ez a párizsi Cherry Kiss illat, szóval valami cseresznyés vagy medgyes. Nem rossz, de ilyen tipikus ilyen cseresznyés illatgyertya, szóval semmi extra. Viszont nagyon szép az üvege. 16-án egy 15 ml-es Eau de Parfum van. Nem merem azt mondani, hogy ez egy parfüm próba, mert lehet, hogy nem. Ez a Faint márkának a Cocoa Clash illata. 17-én valami nagyon vicces van. Az az illat neve, hogy Nostalgia, 2000-es évek, és konkrétan olyan illata van. Nem tudom pontosan megfogalmazni, de tényleg olyan illata van, mint az én kis tinédzser kencéim, meg az akkori menő parfümök, mint mondjuk a Playboyos parfüm, a Naomi Campbell, az ilyen kis mini parfümök, mini sexy, meg nem tudom, mi minden volt még. Konkrétan tényleg csajos tinédzser illata van, ilyen 2000, én inkább 2010-et mondanék, mint 2000-et, de jó, oké, mert én akkor voltam tinédzser. Wow. Érdekes. Tényleg, abszolút nosztalgia illata van. 18-án megint egy limitált kiadás van. Sugar cookie, szóval cukros sütike. Ó, ez nagyon-nagyon édes, és nekem inkább ilyen vaníliás illata van. De jó, oké, cukros süti, jó. De mondjuk még a színe is ilyen vaníliás.
ennek tényleg nagyon-nagyon édes illata van. 19-én egy olyan termék van, ami szerintem még szintén nem volt benne, ez az Avant May-től egy párna permet, Clean Mind, az van ráírva. Azt viszont nem tudom, hogy hány milliliteres, tényleg nincs rajta. Én egy ilyen 7 vagy 10 millilitert tippelnék, amúgy nagyon-nagyon jó illata van. Meglepő mód nem levendula, pedig a legtöbb ilyen párna permetnek levendulás illata van. 20-án egy special edition van, Cabernet Sauvignon. Ezt egyszer megrendeltem, mert nagyon kíváncsi voltam rá, és nem tetszett. Nem, ez most annyira. Fehér bor illata van. Nem rossz, de ilyennel nem, ilyen illatgyertyát nem használnék. 21-én Skandinávia-Norvégia illat van. Ez egy nagyon-nagyon erős, már-már fűszeres, kicsit maszkulin illat. Biztos, hogy van benne ámbra, mert tényleg nagyon erős illat. 22-én már megint egy limitált termék van. Ez most a Red Velvet Cake. Szóval a Red Velvet Cake az úgy néz ki, hogy ilyen jó kis puha, már-már nedves piros piskóta tészta van, és aztán fehér színű a krém. De pontosan lefordítva piros bársony süti, torta. Tjú! Jajajajajajaj, ez sok volt. Ez nem tetszik. Egyáltalán nem sütit érzek. Nem. Nem is tudom mihez hasonlítani, fogalmam nincs, de nem süti illat. 23-án a második és egyben utolsó ilyen pálcikás illatosítónk van, szintén 50 ml vanília, kasmír és ámbra van benne. Biztos nagyon-nagyon jó illata van, és nekem ez egy kicsit rémlik is. Ez a Skandinávia coziness, szóval ilyen kis bebugyolázós, meleg, bújós illat. Azt hiszem tavaly ebben az illatban egy gyertya volt. És nekem tényleg úgy rémlik, hogy nagyon tetszett ez az illat, és külön viszont nem lehetett megvásárolni. De úgy, hogy vanília, ámbra, meg mi volt még kasmír, eléggé jól hangzik azért. Na és végül a 24-es. Meglep, hogy amúgy nem full size ez sem, de nagyobbnak tűnik, mint az összes többi gyertya. És ez az Északi Sark Santa's Workshop, szóval a Mikulásnak a kis műhelye illat. Nagyon-nagyon kellemes, valami vaníliás sütinek mondanám. Egy tipikus, nem túl erős ünnepi illat. És ennyi volt az Ava and May idei adventi kalendáriuma 78 euróért, ami szerintem egy abszolút oké ár érte, persze illatgyertyákért, meg ilyen kis hülyeségekért eléggé soknak hangzik, de hát az Ava and May az nem is egy nagyon-nagyon olcsó márka, szóval egy normál illatgyertyájuk, hogyha 50% kedvezménnyel veszed meg, és nagyon sokszor meg tudod venni annyiért, akkor az általában 12,50 vagy 15 euró, attól függ, hogy miért vásárolsz, vannak ugye nagyobbak, akkor az még drágább. És itt azért rengeteg limitált kiadás, meg ilyen új termék volt, szóval én azt mondom, hogy abszolút megéri. Az eredeti ára 130 euró, amúgy totál kamu szerintem, annyit nem érne meg, mert azért mégiscsak kicsi gyertyák vannak benne, és még a pálcikás illatosítók sem full size méretek, de a 78 euró szerintem oké. Természetesen ezt a naptárat is eladom, illetve megpróbálom eladni, de hogyha esetleg rajtam marad, akkor egyáltalán nem bánom, mert itt azért van jó pár termék, amire azt mondom, hogy nagyon jó illata van, nagyon tetszik, szívesen kiraknám valahova, meggyújtanám most így ősszel és karácsonyi időszakban, szóval nekem ez tényleg tetszett. Írjátok le ti is a véleményeteket kommentbe, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem lennél feliratkozva, és szívesen látnál további adventi kalendárium bontogatós videókat. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!